Az NB2 keleti csoportjának harmadik helyén várja a tavaszi folytatást a Nyíregyháza Spartakusz női csapata. Az amatőr együttes 4 napot a szlovákiai Sninán töltött, ahol az edzések mellett 2 meccsen is pályára léptek Makai Robin tanítványai. Az osztálytárs Kelen SC-től 6-3-as vereséget szenvedett a Spari, a szlovákiai Bártfa U21-es csapatával pedig 3-3-as döntetlent játszottak a nyíregyházi hölgyek. A csapat edzője hasznosnak ítélte az edzőtábort. Az első visszigazolások alapján nagyon pozitív élményekkel gazdagodtak a lányok is, és mi magunk a stábtagok is, és úgy gondolom, hogy a realitása is, illetve a racionalitása az eredménynek ez majd úgyis a bajnokság kezdbe fog visszatükröződni, de nagyon pozitívan és bizakodóan állok ez elé, mert olyan jellegű munkákat tudtunk elvégezni kint Szlovákiában, amire itthon nem nagyon van lehetőségünk. Olyan szempontból, hogy több napot folyamatosan a csapat együtt tudjon tölteni, és csak a labdarúgással tudjon foglalkozni, mert ugye iskola és munkahely mellett ez elég nehezen kivitelezhető logisztikailag is, úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos 4 napot töltöttünk, és ezt ezúttal is szeretném megköszönni a vezetőknek, mert úgy gondolom, hogy nagyban hozzájártak ahhoz, hogy sikeresebbek tudjunk lenni a tavaszi szezonban. A női csapathoz 4 új játékos érkezett a téli szünetben. A nyíregyháziak március 3-án hazai pályán a Kelen SC ellen kezdik a tavaszi szezont. Készülnek a fiatalok is, 13 korosztály 18 csapatában közel 300 utánpótláskorú játékos dolgozik azért, hogy egyszer felkerüljön a felnőtt csapat keretébe. U7-től U19-ig foglalkozunk a gyerekekkel, így, hogy visszakerültünk a Sparihoz a nyáron, ez egy nagyon nagy lökést adott mind a szülőknek, mind a gyerekeknek, és már van úgynevezett, úgymond kontroll is fölöttünk, tehát a klub határozott kérés, hogy minél több olyan gyereket tudjunk felmutatni, akit később a felnőtt világba tudnak, hát be tudnak illeszkedni és tudnak használni. Most jelen pillanatban talán annyi örömteli dolog van, hogy talán már elkezdődött ez a folyamat, hiszen Szegedi Bence az a felnőtt csapattól profi szerződést kapott, és még vannak többen is, akik előtte állnak. A magasabb korosztályú, nagy pályán játszó csapatok számára február 24-én folytatódik a bajnokság, március 10-ét követően pedig a félpályán és háromnegyed pályán szereplők is bekapcsolódnak a pontvadászatba. A legkisebbek folyamatosan szerepelnek a különböző teremtornákon.